Hello mindenki! Itt vagyunk a Photoshopban, mégpedig a 23-as Photoshopban, Úristen. Már régóta nem merik verziószámként feltüntetni, úgyhogy az évszámként van feltüntetve, ami még nagyobb, tehát 23-as helyett ez a 2022-es Photoshop, amit éppen a múlt héten frissítettek, és az egyik újdonságát szeretném nektek bemutatni. Biztos láttatok már olyan tájfotót, aminél egy-egy évszakban külön-külön lefotózták ugyanazt a tájrészletet, és akkor ilyen nagyon szépen össze volt téve egymás mellé. Megcsodálhatjuk a tájat különböző időpontokban, és persze a fotósnak a kitartását is. Na most ennek itt vége, az új Photoshop egyik frissítése, egy olyan szűrő, aminek segítségével bármilyen hangulatú, bármilyen kinézetű, képpel keverhetjük a meglévő tájképünket. Mi ennek a vége? Az, hogy ha például egy nyári képünket keverjük egy télivel, akkor a nyári képünkből azon mód egy téli kép lesz. Nem kell megvárnunk, hogy tél legyen, nem kell ugyanoda elzarándokolnunk és lecövekelnünk és elkészítenünk télen is ugyanazt a képet, hanem csak ideülünk és 10 másodperc alatt megvan a téli kép a nyáriból. Aki nem hiszi, annak mindjárt megmutatom. Itt van ez a fotónk, hogy most ez nyárje, azt nem nagyon tudom, téli, az biztos, hogy nem, de elég sok a zöld felület. Nézzük meg, hogy mit tudunk vele kezdeni. Ez az új filterünk a neurál filterek között található meg, természetesen a filter menüben. Ezek a neurál filterek néhány frissítéssel ezelőtt kerültek be, és minden egyes új frissítésnél igen nagy hangsúlyt helyez rá a fejlesztő cég, tehát mondhatjuk, hogy mindig megújulnak. Most például az egyik újdonság, ez a Landscape Mixer, erről beszélek. Már itt az előzetes nézőképen is látszik, hogy ugyanabból az őszi hangulatú színes képből mennyire szép havastájat tud varázsolni. Ha nem elérhető a landscape mixer, akkor lehet, hogy még nem használtad, abban az esetben itt egy ilyen kis felhő, meg egy lefelé nyíl látható, tehát le kell töltened a felhőből ezt a mixert külön amikor letöltődött, egy ilyen ki- és bekapcsoló gombbal tudod aktiválni. Először is itt a preseteknél ki lehet választani, hogy milyen fajta hangulatot szeretnénk adni a fotónknak. Van téli kép, van akár mondjuk ilyen esti naplementés hangulat, és a többi, és a többi, nagyjából ezeket a színhangulatokat, amiket itt látunk, ezeket fogja ráhúzni, de a képünknek az alapelemei azok a helyükön maradnak majd. Tehát például ez a facsoport, ez itt fog maradni. Ez a hegy vonulat, ez nagyjából így fog kinézni, és itt fog maradni. Ez az erdő szintén, itt lesz egy tó, itt lesz egy part, stb. De hát nézzük meg, hogy miről van szó. Az egyik legdrasztikusabb választás, hogyha itt a priszetek között rögtön egy ilyen téli tájképet választunk ki, rákattintok. Alul látható egyébként, hogy számolgat a szoftver. Ez egy darabig eltart, minél nagyobb a képünk, annál tovább, és láthatjátok, hogy egészen hihetően egy elég erősen téli hangulatú kép lett a fotónkból, hogyha itt erre az ikonra kattintok, akkor meg lehet nézni az eredeti változatot, illetve összehasonlítani az új téli változattal. De ha kiválasztok mondjuk egy másik hangulatot, legyen például ez a naplementés, akkor a képünk igencsak ennek az előnézeti képnek a hangulatát ölti magára. És bármelyiket is választom ki, nagyon hihetően felveszi azt a színvilágot, azt a hangulatot, a kép, mint amit az előnézeti fotón látunk. Sőt, arra is lehetőséged van, hogyha nincs kedvenced ezek között az előnézeti képek között, akkor egy sajátot adhatsz hozzá, akár egy saját tájképedet. Ehhez ide a custom pontra kell kattintanod, és itt a select image-nél kiválaszthatod mondjuk ha a számítógépeden tárolt bármilyen tájfotódat, persze nem is kell, hogy tájfotó legyen, egy bármilyen fotódat, és annak a fotónak a színvilágát, annak a fotónak a hangulatát fogja felvenni, legyen az akár mondjuk egy portrékép, már inkább tájfotókat ajánlanék ez ügyben. Itt van mondjuk ez a visszafogott színvilágú őzik és kép, hogyha rákattintok és azt mondom neki, hogy használd ezt a képet, akkor néhány másodperc múlva ennek a színei fognak megjelenni a fotómon. Vannak itt azonban további finom hangolási lehetőségeim. Egyrészt a fotómon lehet, hogy olyan téma is megjelenik, ami nem tájkép elem, tehát mondjuk egy alak, mondjuk valakit horgászik a tópartján. Ilyenkor előfordulhat, hogy ezt a témát, ezt az alakot alaposan eltorzítja ez a filter, tehát lehet, hogy nem lesz egy horgászhoz hasonló, hanem egy kőszikla lesz belőle például. Ha szeretném megőrizni ezt a fő témámat, akkor itt a Preserve Subject jelölő négyzetet kell bekattintanom, és hogyha megtalálja ezt a fő témát, mind tényleg fő témát, az a baj, hogy itt is a mesterséges intelligenciára kell hagyatkoznunk, de ha megtalálja a szoftver, akkor, hát igen, itt most ezt a hegyvonulatot találta meg, akkor azt érintetlenül fogja hagyni, és csak a kép többi részét módosítja ezekkel a színekkel. Például itt a kép fő témájaként ezt a hegyet, vagy hegyvonulatot jelölte ki, de hogyha általában van állat, ember alak a képen, akkor minden esetben azt fogja. Fő témaként azonosítani. Nincs nagyon jelentősége akkor ennek a jelölőnek, hogyha nincs ilyesmi a képünkön. Ilyenkor kihagyja az átszínezésből a fő témánkat, tehát az az eredeti marad. Eléggé fura ennél a képnél, hogy teljesen más a színvilága ennek a területnek viszont a színvilágát mégis szeretnénk a környezetéhez alakítani, vagy idomítani, akkor a következő jelölő négyzetet kell bepipálnunk, méghozzá a harmonize subject vagyis hogy harmonizálja ezt a témát a környezetéhez képest. És ha szerencsénk van, akkor megőrződött az eredeti fő témánk, de a színvilága az illeszkedik a környezetéhez. Hát itt most annyira nem mondanám, hogy ez történt, de fogjuk rá, egy picit talán jobban. Ezt a két jelölőt egyébként hagyjuk, van még rajta mit finomítani, mivel a fő témának a felismerése teljesen automatikus. Tehát utólag már nem nagyon tudom ö, alakítani, hiába vannak itt egyébként alakító eszközeim, tehát meg tudom mondani a szoftvernek, hogy bizonyos területeket vegyen ki a módosításból. Így akkor ezeken a részeken nem lesz semmilyen hatása, megmarad az eredeti képen, nem lesz effektusom. De, hogyha a témámat megőrzöm ezzel a jelölővel, akkor automatikusan kivágja ugyanezt a területet, amit témának gondol. De utólag ennek a határait már nem tudom módosítani. Legfeljebb növelni, csökkenteni már nem nagyon, mindig itt maradnak a határok. Tehát ami még kéne bele, és az elsődleges problémája ennek a filternek, hogy automatikus a téma kijelölés, és azt nem nagyon tudom változtatni utólag. Úgyhogy kapcsoljuk is ki, nézzük meg, hogy milyen beállításaink vannak. Egyrészt itt a strength csúszkával tudjuk befolyásolni, hogy mennyire legyen erős ez a filter hatás. Tehát ez a színhatás, ami a referencia képünk színe. Másrészt külön hangulatokat vihetünk a képre, tehát megmaradnak ezek a textúrák, de külön állíthatunk például naplementés hangulatot, hogyha itt a sunset csúszkát emeljük. Így néz ki ugyanez naplementébe az ő elgondolása szerint. Továbbá, ahogy már az elején kezdtem, a négy évszaknak megfelelő képhatást is rávihetünk a képre. Tehát például, hogyha szeretnénk ezt jobbára tavasziasítani, akkor itt a spring csúszkát felhúzva egy tavaszi hangulatú, nyilván élénkebb zöld színekkel megáldott kép lesz a végeredmény. Íme valami ilyesmi, tehát így néz neki szerinte tavasziasabban. De hogyha éppen nyáriasabb hangulatot szeretnénk, akkor itt a summer csúszkával érhetjük ezt el. Ez a nyárias. Nyilván van itt őszi hatásunk, ami így néz ki, Na, egészen őszies. És persze, külön téliesíthetjük is, tehát nem muszáj itt a priszetek között a téli képet kiválasztanunk, hanem maradhat ez az alapszín hatás, de itt a winter csúszkával egy téli havas jeges kép lesz a végeredmény. És így ugyanabból a képből, ugyanazokkal a textúrákkal különböző évszakoknak megfelelő hangulatot tudunk beállítani. Két igen nagy probléma van még azért ezzel a filterrel, ami miatt nem tudjuk minden helyzetben használni. Az egyik az, hogy nem az eredeti képünket kapjuk vissza. Vagyis teljesen átrajzolja a képet, kicseréli ugyan a textúrákat, de azok nem az eredeti kép textúrái. Hogyha jobban megnézitek, akkor itt például a távoli hegyeknek ez a havas textúrája, ez nem ugyanaz, mint az eredeti kép volt. Ha jobban megnézitek, ezek a fák nem pont ugyanazok, mint az eredeti képen voltak. Mindent átrajzol, bár hasonló textúrákkal tölti ki ugyanazt a területet, tehát itt erdő van valóban, de ez nem ugyanaz az erdő, mint az eredeti képünkön, vagyis nem az eredeti képünket kapjuk meg, hanem csak egy annak megfelelő hasonló hangulatot téliesítve. A másik nagy probléma, hogyha egy kicsit közelebb hozzuk a textúrákat, akkor jobban látszik, hogy még nem igazán finomak ezek a textúrák, még nem igazán részletesek a textúrák. Tehát eléggé elnagyolt, ez mondjuk például itt az égen látszik, tehát ez egy ilyen eléggé elnagyolt végeredmény lett. Sokkal tisztább volt eredetileg az ég, de a kicserélt verzióban ilyen nagyon grízes hatású ha megnézzük közelről, itt a fákat, vagy akár a hegyeknek a távoli, nagyon-nagyon részletesnek gondolt textúráját, akkor nem annyira részletes. Az eredeti sokkal finomabb, sokkal részletesebb volt. Tehát inkább csak a hangulatot hozza ez a szűrő, sajnos még elég részletet, azért nem de ha valakinek például egy téli képhatásra van szüksége, és nem annyira fontos, hogy az összes apró kis ízében, összes részletében megmaradjon a textúra, akkor ahhoz ez egy nagyszerű filter. Főleg esetleg úgy, hogyha csak részleteiben szeretnénk használni, ehhez például, hogyha itt az outputnál bejelöljük a New Layer with Masked, vagyis hogy hozzon létre egy új réteget maszkal lehetőséget, akkor miután leokéztuk, az eredeti képrétegünk fölött fog megjelenni ez a módosított változat egy új rétegen, és a rétegünknél egy réteg rétegmaszk is látható majd. Ezt a rétegmaszkot egy fekete ecsettel, tehát fekete színnel bárhol át tudjuk ütni. Tehát vissza tudjuk hozni az eredeti képet azokon a területeken. És így csak azokon a területeken marad majd meg a változtatásunk, ahol tényleg szeretnénk használni. Tehát mondjuk én itt a víztükröt nem szeretném ennek az elnagyolt grízes hatásúnak. Mondjuk az eget sem szeretném. És így ezeken az átfestett területeken, amiket feketére satíroztam, hát nem túlságosan szépen, ott nem lesz hatása ennek a szűrőnek és ennek az átszínezésnek, a többi részen pedig igen. Tehát így például meg tudom azt is csinálni, hogy a hegyeknek csak a teteje legyen havas, csak azokon a részeken hagyom meg a havat, erről a felső rétegről, amelyeken szeretném, hogy megmaradjon. Egyelőre például ilyesmire lehet használni ezt a szűrőt, meg hát hangulatokhoz viszonylag kis felbontásban. Egyelőre ez béta változat, tehát valószínűleg a következő frissítésben újra kapunk valami finomítást. Talán már részletes lesz, talán több beállításunk is marad, de már ebben a formában is egy nagyon szépen használható és pár évvel ezelőtt még hihetetlen effektust tudunk a képünkre vinni. Köszönöm szépen a figyelmet, szép fényeket nektek, sziasztok!